Üdvözlöm az Oskola nézőit! Mai adásunkban matematikával fogunk foglalkozni, mégpedig a matematikai tesztfeladatoknak egy olyan részével, ami a pótvizsgákat érintette az elmúlt évben. Ma ebben segítségünkre Román István lesz, a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos középiskolának a matematika tanára. Hallgassuk meg most őt, légy szíves, mutass be nekünk ezt a mai napot. Üdvözlöm a kedves nézőket! A mai összeállításban a tavalyi év matematika vizsgafeladatsorai közül abból lesz egy válogatás, amelyek azon személyek részére lettek előállítva, akik nem tudtak megjelenni a májusi külső független tesztelésen, egészségügyi okok miatt például, és ehhez hasonló okok miatt. Ez az összeállítás a tavalyi évben májusban került megrendezésre, és aki ezen nem vett részt, az a júliusi pótvizsgán megmérettethette a tudását, hogy érettségi bizonyítványt kapjon. Nézzük is a feladatsorokat. Első feladat. Ha A törve B értéke egyenlő 2 heteddel, akkor mennyivel egyenlő B törve A értéke? A megoldás. Ha A törve B értéke 2 heteddel egyenlő, akkor ennek a B törve A értéke a reciproka, vagyis 7 ketted. A válaszunk 7 ketted, vagyis a B. Második feladat. Két útvonal egyenletes felszínen úgy távolodik egymástól, mint az ábrán látható OA és OB félegyenesek. Az első út a keleti irányjal 40 fokos szöget, a második út a déli irányjal 20 fokos szöget alkot. Milyen szöget zárnak be ezek az utak egymással? A rajzunkon is láthatjuk, hogy az égtájak koordináta rendszer szerűen vannak felépítve, tehát az keleti és a déli égtáj közt 90 fokos szöget zár be az a két félegyenes. Ezért az OB félegyenes a keleti irányjal 70 fokos szöget alkot. Tehát ha az OB félegyenes a keleti irányjal 70 fokos szöget alkot, akkor ehhez, ha hozzáadjuk az OA félegyenes és a keleti irány közötti hajlásszöget, akkor 110 fokos szöget fogunk kapni. Tehát a válasz 110 fok, vagyis V. Harmadik feladat. Egy dobozban cukorkák találhatóak, amelyeket két vagy három gyerek között el lehet osztani, de négy gyerek között viszont már nem. A felsorolt válaszok közül melyik jelölheti a cukorkák számát ebben a dobozban? Ennek a feladatnak a megoldása abban rejlik, hogy a cukorkák száma osztható 6-tal, viszont nem osztható 4-gyel. Ez a megadott válasz lehetőségek közül csak a 42-re igaz. Tehát a válaszunk 42, V. Negyedik feladat. A mínusz 4-5 zárt intervallumon értelmezett y egyenlő fx függvény grafikonja az ábrán látható. Az x0-2 pont hozzátartozik ehhez a grafikonhoz. Határozza meg ennek a pontnak x0 abszisszáját. Ha megvizsgáljuk a rajzot, akkor megkereshetjük a mínusz 2 ponthoz tartozó, a mínusz 2 ordinátájú pont, hol találkozik a grafikonunkkal, innen leolvashatjuk, hogy ez hol találkozik az x tengelyünkkel, tehát az a pont, ahol a mínusz 2 és az x0-2 pont hozzátartozik ehhez a grafikonhoz, az mínusz 3 abszisszájú. Tehát a helyes válasz mínusz 3 D. Ötödik feladat. A 2x-3 egyenlő 4 egyenlet gyöke melyik intervallumhoz tartozik? Ennek a feladatnak a megoldásához meg kell oldanunk ezt az egyenletet, a 2x egyenlő 4 plusz 3, innen 2x egyenlő 7, tehát x egyenlő 3,5. És ez a megadott intervallumok közül a 2-4 bal oldalról zárt, jobb oldalról nyílt intervallumhoz tartozik, tehát a helyes válasz a H. Hatodik feladat. Egy gömb főkör lapjának területe S-sel egyenlő. Határozza meg ennek a gömbnek a felszínét. Az ábrán egy gömb látható, amelyen szürkével jelöltük a főkörlapját. A főkörlapjáról azt kell tudni, hogy tartalmazza a gömb középpontját.
A gömb felszíne a 4 PR négyzetképlettel határozható meg, a gömb sugarát R-rel jelöljük, akkor a gömb főkörlapjának a területe megadható a PR négyzetképlet segítségével, és innen kapjuk, hogy a felszíne egyenlő 4S-sel. Tehát a válaszunk 4S, vagyis A. Hetedik feladat. Nevezze meg a mínusz 2-es alapú logaritmusa az x-nek egyenlő 3 egyenletet. A feladat megoldása során a következő tulajdonságokat fogjuk használni. Első lépésben a logaritmus előtt szereplő mínuszt bevittük, mint mínusz 1-es hatványkitevő. Innen használva a logaritmusnak a tulajdonságát kapjuk azt, hogy x egyenlő 1/8-addal. Tehát a válaszunk 1/8, vagyis H. Nyolcadik feladat. A térben adott egy M egyenes és egy A pont, mely nem tartozik hozzá az M egyeneshez. A felsorolt állítások közül melyik igaz? Első. Az A pont és az M egyenesen keresztül csak egy sík fektethető. Második. Az A ponton keresztül csak egy olyan sík fektethető, amely párhuzamos az M egyenessel. Harmadik. Az A ponton keresztül csak egy olyan sík fektethető, amely merőleges az M egyenesre. Nézzük a megoldást. Az első állítás azt mondja, hogy az A ponton és az M egyenesen keresztül csak egy sík fektethető. Ez az állítás igaz, mivel három ponton keresztül egy és csak egy sík fektethető, ebből egyik az A pont, a másik két pont pedig az M egyenesünknek kettő tetszőleges pontja. A második állítás, az A ponton keresztül csak egy olyan sík fektethető, amely párhuzamos az M egyenessel. Ez az állítás hamis, mivel az ábrán is látható, hogy az A ponton keresztül két olyan síkot is felvettünk, amelyek párhuzamosak az adott egyenessel. Harmadik, az A ponton keresztül csak egy olyan sík fektethető, amely merőleges az M egyenesre. Ez az állítás igaz, mivel ha egy egyenes merőleges egy síkra, akkor merőleges a síkban fekvő összes egyenesre, amely keresztül halad ezen az általunk megadott A ponton, és mivel két egyenesen keresztül, amelyek metszik egymást, egy és csak egy sík fektethető, ezért ez az állítás igaz. Vagyis a helyes válasz csak az első és a harmadik. B. Kilencedik feladat. Nevezze meg, melyik ábrán látható az y egyenlő x köbb mínusz 1 függvény grafikonja. Megoldás. Ennek a feladatnak a megoldásához használni fogjuk az y egyenlő x köbb függvénynek a grafikonját, valamint a függvény transformáció lépéseit. Megszerkesztettük külön az y egyenlő x köbb grafikonját, és ehhez képest vizsgáljuk a megadott 5 ábrán látható grafikont. Az elsőn az y egyenlő x köbb plusz 1 grafikonja látható, a másodikon az y egyenlő mínusz x köbb mínusz 1 függvény grafikonja látható, a harmadikon az y egyenlő x mínusz 1 a köbön függvény grafikonja látható, a negyediken az y egyenlő x köbb mínusz 1 függvény grafikonja látható, az ötödiken az y egyenlő x plusz 1 a köbön függvény grafikonja látható. Tehát a mi helyes válaszunk a H. 14. feladat. Ha 2 az A-dik hatványon egyenlő 3-mal, akkor 4 az A plusz 1-dik hatványon mennyivel egyenlő? Megoldás. A feladat megoldásához a következő tulajdonságokat fogjuk felhasználni. A feladat megoldása abban rejlik, hogy a 4-es hatvány alapból 2-es hatvány alapot kell nekünk alkotnunk. Ehhez a tulajdonságokat, ha felhasználjuk, és kiszámoljuk, hogy az mennyivel egyenlő, akkor 36-ot fogunk kapni. Tehát a válasz 36, H. 15. feladat. A felsorolt fx függvények közül válassza ki azt, amelyik az értelmezési tartomány minden x-ére teljesíti az f a mínusz x-től egyenlő mínusz f az x-től összefüggést. Ebben a feladatban észre kell vennünk azt, hogy a megadott azonosság az a páratlan függvénynek a feltétele. Sorra vesszük a megoldásban megadott
függvényeket, először az x négyzetet, az fx egyenlő x négyzet függvény az egy páros függvény, az fx egyenlő 3 az x-ediken függvény se nem páros, se nem páratlan, az fx egyenlő 2x plusz 5 függvény se nem páros, se nem páratlan, az fx egyenlő 3-as alapú logaritmusa az x-nek függvény se nem páros, se nem páratlan, az fx egyenlő 2 törve x-tel függvény páratlan. Tehát ez nekünk a helyes válaszunk, vagyis az fx egyenlő 2 törve x-tel, vagyis a helyes válasz a D. 16. feladat. Határozza meg annak a szabályos háromoldalú hasábnak a térfogatát, melynek oldallapja négyzet, és alaplapjának területe 9/3 négyzetcentiméter. Megoldás. Az alapja egyenlő 9/3 négyzetcentiméterrel, és mivel ez egy szabályos háromoldalú hasáb, ezért az alapja szabályos háromszög. Használjuk a szabályos háromszög területképletét, és ezt ha egyenlítjük 9/3-mal, innen meghatározható a szabályos háromszög oldala, ami ebben az esetben 6-tal egyenlő. Ha megkaptuk azt, hogy az alapja, ami egy szabályos háromszög, az oldala 6 cm-rel egyenlő, és mivel az oldallapok négyzetek, ezért a négyzeteknek az oldala is 6 cm-rel lesznek egyenlők. Vegyük az egyik ilyen négyzetnek az oldalát, az A1-et, ezt jelöljük H-val, ez lesz a gúlának a magassága, és ez szintén ezek szerint 6 cm lesz, innen már csak behelyettesítve a térfogat képletbe kapjuk, hogy a hasáb térfogata 54/3 köbcentiméter, vagyis a helyes válasz az A. 20. feladat. Oldja meg az abszolút érték x plusz 4 szorozva x minusz 1 kisebb mint 0 egyenlőtlenséget. Megoldás. A feladat megoldása abban rejlik, hogy mivel az abszolút érték x plusz 4 értéke nem lehet negatív, vagyis nagyobb, mint egyenlő nullával, ezek szerint a szorzat értéke csak akkor lesz kisebb, mint nulla, hogyha az x minusz 1 értéke kisebb, mint nulla. Ehhez figyelembe kell vennünk még azt, hogy az x plusz 4 értéke ne legyen nulla. Ebből azt kapjuk, hogy x értéke kisebb, mint 1, tehát a válasz mínusz végtelentől mínusz 4-ig egyesítve mínusz 4-től 1-ig, vagyis D. 21. feladat. Az ábrán olyan függvények grafikonjai láthatóak, amelyek értelmezve vannak a mínusz 2-2 zárt intervallumon. Határozza meg az összefüggést a függvények grafikonjai és tulajdonságai között. Az A lehetőség azt mondja, hogy a függvény grafikonja nem metszi az y-egyenlő tangens x függvény grafikonját. Az ábrán az y-egyenlő tangens x függvény grafikonja látható, és az is egyértelmű, hogy az első négy ábránk, amik nekünk adottak, ez a tangens x függvény grafikonja mindet metszeni fogja. Tehát az A válasz egyik ábrához sem tartozik. B. A függvény grafikonja része az y-egyenlő x négyzet mínusz 1 függvény grafikonjának. Ebben a függvényben egy paraboláról van szó, ami nekünk csak a második ábrán található, tehát a másodikhoz a B válasz a helyes. V. A függvény értékkészlete a mínusz 1-2 zárt intervallum. A három ábra közül csak a harmadiknak az értékkészlete a mínusz 1-2 zárt intervallum, tehát a harmadikhoz a V válasz tartozik. H. A mínusz 2-2 zárt intervallumon a függvény grafikonja csökkenő. Ez látható, hogy az első ábra. D. A mínusz 2-2 zárt intervallumon a függvény grafikonja növekve. Ez látható, hogy a megmaradt negyedik ábrán növekvő nekünk a grafikonunk, tehát a negyedik D. 27. feladat. Egy számtani sorozat harmadik tagja kétszer nagyobb, mint ennek a sorozatnak az első tagja. Határozza meg a sorozatnak a különbségét,
Ha első 5 tagjának összege 190. Megoldás. Ennek a feladatnak a során az első n tag összegéről szóló képletet fogjuk felhasználni, és mivel megvan adva nekünk, hogy mennyivel egyenlő az első 5 tagjának az összege, valamint az, hogy a harmadik tag egyenlő az első tag kétszeresével, mert ezeknek az adatoknak egyszerre kell érvényesülnie, ezért egyenletrendszerbe foglaljuk őket. Ha behelyettesítjük S az 5 helyére a képlet szerintieket, illetve hogy a harmadik tagja egyenlő két első tagjának értékével, akkor azt kapjuk, hogy A1 plusz 2D egyenlő 38-al, és 2D egyenlő A1-el. Innen behelyettesítve a második egyenletből a 2D értékét, kapjuk azt, hogy 2A1 egyenlő 38-al, vagyis az első tagja 19. Ezt, ha visszahelyettesítjük ide a második egyenletbe, kapjuk azt, hogy D egyenlő 19 ketteddel. Tehát a számtani sorozat különbsége 19 ketted. 28. feladat. Lídia egy 80 oldalas kéziratot 8-szor gyorsabban szerkeszt meg, mint Maxim egy 480 oldalast. Hány oldalt szerkeszt meg Maxim az alatt az idő alatt, míg Lídia megszerkeszt 320 oldalt? Vigyázat, Lídia és Maxim teljesítménye állandó. A megoldás. Ha Lídia 80 oldalt 8-szor gyorsabban szerkesztett, akkor ő ezt a 8x80 oldalt annyi idő alatt szerkesztette meg, mint Maxim a 480-at. Tehát Lídia 640 kéziratot szerkesztett meg az alatt az idő alatt, míg Maxim 480-at, és mivel arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyi kéziratot szerkeszt meg Maxim az idő alatt, míg Lídia 320-at, ezért ezeket, ha kettővel osztjuk, megkapjuk, hogy Maxim 240 kéziratot szerkeszt meg ez idő alatt. 29. feladat. Egy pizzéria, csináld magad szolgáltatás ajánl, amelyen belül a vásárló maga választhatja meg, milyen feltétet kér a pizzára. 8 húsos, sonka, kolbász, és így tovább, és 9 zöldséges, hagyma, paprika, és így tovább feltét közül választhat. Egy vásárló a feltétek közül a következőket választott. 2 húsos, melyek közül az egyik kötelezően sonka, és 3 zöldséges, ezek közül egyik sem lehet hagyma. A vásárló hányféleképpen választhatja ki ezt a feltétet? Megoldás. Ha 2 húsos feltét közül az egyik sonka, akkor itt már csak 7 lehetőség marad a másik húsos feltétre. Ha a 3 zöldséges feltét közül egyik sem lehet hagyma, akkor 8 lehetőség közül választhatunk 3-at, tehát ebben az esetben 56 különböző lehetőség adódik. Hogy megkapjuk a lehetséges pizzák számát, ehhez össze kell szoroznunk a két feltét lehetőségeinek a számát, így 392 lehetséges pizza feltétet készíthetünk el. 30. feladat. A derékszögű koordináta rendszerben az XY síkon az ABC háromszög köré az X négyzet plusz Y négyzet mínusz 4X egyenlő 68 egyenlettel megadott körvonalat írtak. Határozza meg a BC oldal hosszát, ha A szög 45 fokkal egyenlő. Megoldás. A feladat megoldása során a színusz tételt és következményét fogjuk felhasználni. Mivel adott nekünk ez az egyenlet, ebben az egyenletben egy teljes négyzetet alkotunk, ez alapján meghatározhatjuk a körvonalnak a sugarát. A sugara 6 négyzetgyök 2-vel egyenlő. Mivel a háromszög köré körvonalat írtak, ezért a színusz tétel szerint a BC meghatározható, tehát 12-vel lesz egyenlő. A válaszunk 12. 31. feladat. Adottak az fx egyenlő 4x és gx egyenlő 6 x függvények.
ábrázolja az f függvény grafikonját, ábrázolja a g függvény grafikonját, határozza meg az f és g függvények grafikonjainak metszéspontjának absziszáját. Határozza meg a területét annak az alakzatnak, amelyet az f és g függvények grafikonjai, valamint az y tengely határol. A feladat megoldásához a következő tulajdonságokat fogjuk felhasználni. Ha ábrázoljuk az f függvény grafikonját, ezt a zöld függvényt kapjuk, ha a g függvény grafikonját ábrázoljuk, ezt a piros függvényt kapjuk. Ha meg akarjuk határozni, hogy a metszéspontnak mi az absziszája, akkor leolvashatjuk a grafikonról, hogy ez a 4-es értékkel lesz egyenlő. Ha meg akarjuk határozni, hogy az f függvény, a g függvény és az y tengely mely alakzatot határolja, az ez a sárgával jelölt alakzat, aminek a területét keressük. Ezt integrál segítségével fogjuk meghatározni. Itt felhasználjuk, hogy a különbség integrálja egyenlő az integrálok különbségével, és innen azt kapjuk, hogy ennek az alakzatnak a területe 10,2-harmaddal egyenlő. Tehát a válaszunk 10,2-harmad. 32. feladat. Az SABCD szabályos négyoldalú gúlában az alaplap BD átlóján keresztül az SC oldalére merőlegesen halad a gamma sík. Ez a sík a gúla alaplapjával alfa szöget zár be. A gúla magassága h. Ábrázolja az SABC gúla és gamma sík metszetét, nevezze meg a sík metszet fajtáját, határozza meg a metszet területét. Adott nekünk az SABCD gúla. Ebben a gúlában, ha megszerkesztjük azt a síkmetszetet, ami az SC-re merőleges, akkor ezt a zölddel jelölt síkmetszetet kapjuk, de mivel nekünk az SABC gúla síkmetszetére vagyunk kíváncsiak, ezért az SABC gúla síkmetszete ez a sárgával jelölt háromszög lesz. Ha meg akarjuk nevezni ennek a síkmetszetnek a fajtáját, akkor ha megvizsgáljuk az előző ábrán látható zöld síkmetszetet, ez egy egyenlő szárú háromszög, mivel a szabályos gúla egy négyoldalú szabályos gúla, alaplapja négyzet, ezért az SABC gúlánkban ez a síkmetszet az előző egyenlő szárú háromszögnek a fele, vagyis egy derékszögű háromszög. Hogy meghatározzuk ennek a derékszögű háromszögnek a területét, felhasználjuk, hogy EOC szög egyenlő alfával, és mivel SO a gúla magassága, ezért az SOE szöget, amit bétával jelöltünk, az nem más, mint 90 fok mínusz alfa. SEO derékszögű háromszögből, ami azért derékszögű, mert ez a síkmetszet merőleges az SC oldalérre, kapjuk, hogy OE egyenlő H-szor színusz alfa. Tehát az OE hossza H-szor színusz alfa. OEC derékszögű háromszögből pedig megkapjuk azt, hogy OC hossza, OC hossza, H-szor tangens alfa. És mivel ennek az SABCD gúlának az alaplapja egy négyzet, ezért az átlói egyenlőek és metszéspontban felezik egymást, vagyis OB és OC hossza egyenlő egymással. Tehát az OB hossza is H-szor tangens alfa. Mivel tudjuk, hogy OB egyenlő H-szor tangens alfával, és OE egyenlő H-szor színusz alfával, a derékszögű háromszög területe nem lesz más, mint ennek a két befogójának a félszorzata, vagyis H négyzet színusz alfa tangens alfa törve kettővel. Tehát a válasz H négyzet színusz alfa tangens alfa törve kettővel. Köszönöm a figyelmet! Remélem, hasznos lesz az érettségére való felkészülés során. Viszontlátásra!